A Föld napja kapcsán hulladékgyűjtési akciót szerveztek a 10. kerület több pontján. A szemétszedés célja, hogy egy szebb, tisztább, élhetőbb környezet táruljon az itt lakók és az áthaladók elé. Az akcióban részt vettek kerületi lakosok, a polgármesteri hivatal dolgozói, a Kőkert Kft. Munkatársai és mindazok, akik fontosnak tartják, hogy a környezet rendezettebbé váljon. Így van ezzel dr. Papp Sándor, a kerület egyik alpolgármestere is, aki az előző évekhez hasonlóan idén is kivette a részét a munkából. Az a helyzet, hogy az első szemétszedést, amikor 2011 évelején én szerveztem ebben a kis erdőben, akkor sokkal rosszabb állapotban volt. Akármilyen kevés szemét van ebben a Dömsödi utcai erdőben, az nem öröm, de azt kell mondjam, hogy több év kitartó, megismétlődő munkájának köszönhetően, illetve annak köszönhető, hogy a Kőkert azért az erdő szélére kirakott hulladékot rendszeresen elviszi. Ez a kis erdő, ez sokkal tisztább állapotban van, mint néhány évvel ezelőtt. Most is van benne természetesen néhány zsáknyi hulladék, de nagyon remélem, hogy jövőre már ennél is kevesebb lesz. Milyen jellegű hulladékokkal találkoztak itt az erdőben a szemétszedés során? A leggyakoribb a valószínűleg piknikezőknek vagy itt járókelőknek az elhullajtott dolgai. Van, aki zsákszám hozza ki ide a háztartási hulladékot rendesen összekötözve szemetes zsákban, ahogy kell. Minimális mennyiség építési hulladékot találtunk, de például néhány zsák homokot is találtunk, amit nem értem, hogy miért hoztak ki ide. És ha már hulladékról, szemétszedésről beszélgetünk, a Nemes utca és a Hortobágyi utca között van egy illegális hulladéklerakó telep. Ezzel mi a helyzet? Volt ez ügyben egy rendkívüli lakossági fórum is, ahol egy felajánlást tett az a terület tulajdonossának. Történt-e azóta valami? A Nemes utca, Hortobágyi utca sarkán lévő illegálisan létesült hulladéklerakó, azt gondolom, hogy ennek a kertesházas, ennek a gyönyörű kertesházas résznek most az egyik legnagyobb problémája. Egy magántulajdonos 100 tonna hulladékot hordott oda, aminek egy részét már sikerült a hatóságok közreműködésével elszállítatni vele, de hát sajnos még bőven van elég ahhoz, hogy az ott nagyon, nagyon csúnya legyen és nagyon erősen a környezetétől. Én tettem egy olyan felajánlást a legutóbbi lakossági fórumon a tulajdonosnak, aki vette a bátorságot és megjelent, hogy az önkormányzat bírságokkal, terhekkel és teendőkkel együtt egy szimbolikus összegért átveszi tőle a területet. Én nem láttam más megoldást abban a pillanatban. Polgármester úrral természetesen a felajánlást ott helyben egyeztettem. Azt gondolom, hogy ha az önkormányzatnak ez 1-2 millió forintjába belekerül, viszont meg tudjuk akadályozni egy gyönyörű kertesházas környékből egy szemétlerakó legyen, akkor ennyit az önkormányzatnak ez meg kell érjen. Csontó Judit volt az egyik főszervezője a Dömsödi utcai, az Álmos utcai és a Hangár utcai erdőkben folyó szemétszedési akciónak. Minden évben szervezünk, azt hiszem 4 éve, én nem tudom pontosan, még csak 1 éve dolgozom itt másfél, de ha jól tudom, akkor 4 éve szervezik. És a Kőkert Kft-t vonjuk be a börtönt, börtön és fegyház, budapesti börtön és fegyház, azt hiszem, hogy ez a becsületes neve. Jönnek rabok, idén 5-en jöttek, és ők a Hangár utcai kis erdőt teszik rendbe. Milyen más területeket vesznek ilyenkor még szemügyre? Most az Álmos utcát, Álmos utcai kis erdőt szedik, ami a 18. kerülettel határos, és ott a kommunális hulladékot szedik a kollégáink. Rajtuk kívül kik vesznek még részt a szemétszedésen? Igen, kihagytam még a baptistákat. Ők is ilyen rendezvényekre szoktak biztosítani embert számunkra. A lakosság mennyire érdeklődő, illetve segítőkész? Én azt gondolom, hogy talán nehezen jut el hozzájuk az információ ezekről a rendezvényekről, habár hát nem is biztos kiplakátoltuk. Vannak érdeklődők, de nem olyan számban, mint ahogyan szeretnénk. Ezt a szemétszedést, ezt maga a testület hagyja jóvá, illetve a helyszíneit a testület hagyta jóvá. Tudnak róla a képviselők is. Nem hiszem, hogy a kihirdetéssel van probléma, hanem hát az emberek ilyenek, hogy nem sokakat érint meg ez a kérdés, hogy szombaton délelőtt szedjünk szemetet a környezetünkben. Beszéljünk egy kicsit a hulladékokról. Milyen fajtájú háztartási hulladékokkal találkozhatnak itt például? Hát most, hogy már elkezdtük szedegetni a szemetet, itt szerencsére ebben a kis erdőben olyan túl sok kommunális hulladék nincsen. Persze találni flakonokat, papírhulladékot, csomagolóanyagot, de akad elég sok építési törmelék is.
nagy vaslemezeket találtunk most itt, épp az előbb drótokat, nem tudom, ami éppen fölöslegessé válik, azt az emberek hozzák, és kiteszik, és akkor itt van. És még milyen hulladék? Igen, zöld hulladék, amit itt a Dömsödi utcai kis erdőben az erdészet, a Pilisi Parkerdőgazdaság, mert őket még kihagytam, tehát a Pilisi Parkerdőgazdaság is itt van, mivel hogy ez az ő kezelésükben van ez a terület, itt a zöld hulladékot is elszállítják. Ön szerint mennyire sikerülhet ezzel az akcióval, illetve az ilyen akciókkal felhívni akár a lakosság figyelmét arra, hogy egy kicsit környezettudatosabban éljenek? Szerintem ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát hogyha azt nézzük, akkor ez is biztos egy nagyon kis lépés ahhoz, hogy átformálja az emberek gondolkodását. És ami még formálhatja, az inkább az, hogy azt elfelejtettem mondani, kihagytam az előbb, hogy az iskolákat is bevontuk ebbe a programba, illetve írtunk levelet, felhívtuk az iskolák figyelmét arra, hogy van ez a Földnapja szemétszedés akció. És minden kerületi iskolának kiküldtünk, közülük 6 iskola jelentkezett, és ők az ő számukra is biztosít a Kőkert Kft. Kesztyűt, zsákokat, eszközöket, mindent, ami szükséges a szemétszedéshez, és akkor az iskolák a környezetüket szedik meg, tisztítják meg.